Nekem közvetlenül az érettségi előtt jött az ötlet. Én a kisképzőbe jártam a Törökpál utcába, festőszakra, Budocki Istvánhoz, és ő annyira tematikusan dolgozott velünk, hogy hát nagyjából 16-17 éves korunkra már kikristályosodott, hogy ki mivel szeretne foglalkozni. Volt, aki inkább grafikus irányba, volt, aki inkább tovább, hogy festészet, volt, akinek elment a kedve a művészettől, és úgy én meg elég sok mindenbe belefogtam, és mindig ez volt, hogy valahogy egy ötletet találni, és akkor néha fotókat, nyilván egy tínédzser szintjén, ilyen 18 éves kori dolgokról van szó. És akkor a tanár úrnak hívjuk azóta, és a tanár úr azt javasolta, hogy az intermédia lenne nekem a legjobb, ami nem egy kifejezett irány, tehát hogy nem az van, hogy egy darab kő, és akkor egy meztelen nőt csinálni belőle, vagy állvány és vászon, és festeni kizárólag, hanem rengeteg irányban kipróbálhatod magad. És ez volt az, ami miatt az intermédiára szerettem volna menni. És nekem rögtön sikerült is a felvételi, és 19 évesen kezdtem el ott tanulni, és nagyon hát klasszikusan 5 évet töltöttem el. Tehát én nem hosszabbítottam, nem voltam semmiféle ilyen Hawaii szemeszterem, hanem 5 év alatt elvégeztem az intermédiát, tehát azt a fél évet, amit én Németországban töltöttem, Münchenben a Művészeti Akadémián, azt is elfogadták. Tehát, hogy én 2001-től 2006-ig tanultam ott. Azt te áthallgattad, vagy ilyen Erasmus-szal mentél ki, vagy hogy voltál? Ez Erasmus volt, igen, klasszikus Erasmus. Igen. És akkor én már játszottam, vagy hát nem tudom, eljátszottam olyan gondolatokkal, hogy ja, hát lehet, hogy létet kéne fogni. Úgyhogy már persze akkor szerelembe estem valami fickóval, és akkor visszajöttem Budapestre, de mindig visszamentem Németországba. Uh-huh. Az angol mellett ez az a nyelv, amit magas szinten beszélek, és ezt tudok itt érvényesülni, tehát ez volt az, ami miatt gondoltam. Diploma után még egy évet otthon töltöttem, és a Szira Herjéte nevű barátnőmmel vezettünk egy kis helyet, ahol a Dinamo működött annó. Reaktornak neveztük, ez a trafó melletti kis hely volt, és aztán egy év elteltével letettünk erről a projektről, mert mind a ketten többet szerettünk volna a saját ügyeinkkel foglalkozni, hogy egyáltalán munkákat, új munkákat csinálni, meg emiatt azt mondtuk, hogy jó, hát végül is ez egy erős hobbi, az ember ott szervezi ezeket a művészeket, akik mind kezdő művészek, és ott vagyunk egy garázsban, és ez nagyon alternatív, de egy idő után tényleg azt gondoltuk, hogy itt túl sok a szívesség, nem honorált dolog ez, tehát hogy szóba nem került az, hogy fizetés érte, ami most nem a trafó, vagy senkinek sem a hibája, tehát egyszerűen nincsenek meg azok az anyagi források, hogy ezt hivatásszerűen csinálja az ember. Úgyhogy tényleg azt mondtam, hogy jó, igen, belefáradtam a szervezésbe, és akkor elmentem Németországba, úgyhogy azóta én itt élek 5 éve. Miután felvetek az intermédiára, te egészen fiatal voltál, hogy mi volt az első benyomásod, amikor oda kerültél, hogy ért, vagy mi volt az első megdöbbenés? Hát mindenki nagyon zavarban volt a mi évfolyamunkról, tehát hirtelen akkor szembe kerültünk Szentjúbi Tamással, Sugar Jánossal, akiknek a nevét hát azelőtt rövidte. Hát én, mint tínédzser, hallottam ugyanezeket a neveket, és tanulmányoztam munkákat, vagy hallottam róluk nyilvánvalóan, de persze furcsa érzés volt akkor rögtön szemtől szemben állni velük, vagy Peternák Miklóssal. Tehát igen, azt hiszem, hogy megillett. Tehát meg voltunk illetődve, na, tehát ezért kicsit így furcsa mondva. Igen, furcsa volt, és az is furcsa volt, hogy rengeteg teória volt az egyetemen, tehát egy egész napos program volt, tehát alig tudtunk dolgozni mellette. Tehát semmilyen értelemben sem tudtunk dolgozni, tehát annyi teória volt, és annyi gyakorlati óra, hogy gyakorlatilag, tehát reggeltől estig mindenféle
hát ügyetlenebb szünetekkel, hogy itt-ott egy óra kávészünet, ott elszív az ember egy cigarettát. Tehát sokszor tényleg az van, hogy nem jutottunk. Azt hiszem, hogy a timing nem volt annyira jó, de hát erről se tehet senki, mert annyi tantárgy volt hirtelen, annyi új impulzus kapott az ember, filmes óra, rengeteget kellett utazni a városon belül, akkor még a Balázs Béla stúdióba kellett járni a Sebők Zoltánhoz a filmórára, az is, mit tudom én, elvett fél órát, 45 percet az ember idejéből, úgyhogy, de izgalmas volt, tehát minket lebilincselt akkor nagyon ez a sok új tananyag, meg a vizsgák, meg hát persze az, hogy én egy nagyon klasszikusabb iskolából jöttem, tehát témazáró feladatok voltak, házi feladat, és akkor az ember 19 évesen belecsöppen de hát ez biztos igaz minden egyetemistára, hogy belecsöppensz egy olyan világba, hogy aztán akkor fél évente kérdezik le az anyagot. Tehát az is a te problémád, hogyha nem mész be művészettörténet órára, mert akkor elkéred a jegyzeteket, vagy nem kéred el. Tehát abszolút minden a te felelősséget. Tehát persze, a legnagyobb nyomás az mindig a fél éves beszámoló. Tehát az így, mi olyan generációk voltunk, hogy az így gyakorlatilag a mi halálunk volt. Milyen? Hát mi nagyon izgultunk, tehát én amikor pár évvel később visszamentem az intermédiára, és láttam, hogy fél éves bemutatón vannak olyan karakterek, vannak olyan emberek, akik ezt ugye, tehát mindenféle izgalom nélkül a hangjuk nem csuklik el, tehát nem mutatkoznak, ügyefogyottnak, vagy... De én nekem mindig az volt az érzésem, hogy nem az, hogy engem hülyére vesznek, hanem hogy én esetleg bénának tűnök kívülről, vagy össze-vissza izgulok, dadogok, butaságokat beszélek, tehát nekem ilyen benyomásom volt, és hát persze, hogy egy tortúrának fogta fel az ember, de utólag azt kell, hogy mondjam, hogy hálás vagyok érte, hogy egy picit, hát nem állt senki azért géppisztolyjal a hátunk mögött, de önállóan kellett beszélni egy csomó ember előtt, és hát igyekezni kellett, hogy aránylag okos dolgokat mondjunk, vagy hát megfeleljünk. Úgyhogy ez szerintem egy hasznos dolog, hogy kérdéseket tettek fel nekünk, és hogy egyáltalán a saját munkánkról kellett beszélni. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, idősebb emberekkel is, és Németországban meg főleg az álláspont terjedt el, hogy az interpretáció a néző feladata. Tehát, hogy miért is kéne neked a saját munkádról beszélni. És mondjuk tényleg nem is kell őrületesen sokat, de szerintem nem baj, hogyha az ember egy-két dolgot tud mondani a saját munkáiról. Ez végül is egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt. Úgyhogy intenzív volt, hát voltak órák, amik kevésbé voltak intenzívek, úgyhogy azért valamiféle egyensúly kialakult. Tehát voltak nehezen abszolválható dolgok. Vagy... Mi volt ilyen neked? Hát persze könnyebben lehetett volna abszolválni. Egyszer kaptam Hitka Viktóriával egy kettest az intermédiás szigorlatra. Hát gyakorlatilag a mi teljes évfolyamunk... Nagyon borzasztó keveset, azt hiszem, hogy a töredékét olvastuk csak el annak, amit kellett volna, és akkor persze az egy rossz érzés volt nekünk is, azt hittük majd, hogy össze-vissza beszél az ember, és akkor lesz valahogy, de hát persze, nem megkapta a rossz jegyet. De úgy alapvetően igen, azt hiszem, hogy ez a teljesíteni a szakmai beszámolóra, illetve a tematikus órákra, hogy ott is voltak ugye feladatok pár havonta, amit le kellett adni, amire dolgozni kellett, úgyhogy ilyen dolgok jutnak a szembe. Teljesen, én úgy emlékszem rá, hogy intenzív volt, de aztán a felsőbb években, amikor már negyedik, ötödik évben voltam, akkor csak a személyes konzultáció volt az, amit az ember megejtett pár havonta, vagy egy havonta, vagy valahogy így. Tehát én gyakorlatilag rengeteget voltam külföldön is ez alatt a negyedik, ötödik év alatt. Becsináltam a saját dolgaimat, és... Mi volt neked ilyen fordulópont, amikor úgy érezted, hogy akkor elkaptad ugye a saját fonalat, meg akkor tudod csinálni mindenféle dolog nélkül, vagy egyáltalán úgy rád döbbentél, hogy ezt akarod csinálni, vagy volt-e ilyen fordulópont, vagy nem tudom, ezt hogy élted meg? Hát semmilyen konkrét fordulópont nem volt, de azt hiszem, hogy a negyedik évben, tehát ahogy elmúltak ezek a plusz órák, tehát egyre több lett a személyes tér és idő erre a konzultációs sorozatra, hogy ki lehetett választani egy professzort, vagy azt hiszem, hogy kettőt, és lehetett beszélni vele vagy velük a munkákról. Akkor felhúzultak a dolgok, és akkor nyilván több idő maradt arra, hogy az ember elmélyedjen, gondolkozzon,
utazzon, fényképezzen, jegyzeteljen, olvasson, esetleg teljesen más témákban is. Úgyhogy azt hiszem, hogy az iskola adta meg a fordulópontot, hogy elvett egy csomó gyakorlati órát. Tehát nem emlékszem már pontosan, hogy hogy épült fel, de azt hiszem, hogy ezek a számítógépes videós órák főleg az első 3 évben voltak fontosak, vagy úgy kaptuk meg az alapképzést, és az összes többi dolog fakultatívvá vált a felsőbb osztályokban, tehát amikor kikristályosodott, hogy jaj, én ezzel szeretnék inkább foglalkozni, tehát volt olyan ember, aki inkább fotózott, volt olyan, aki festett, rajzolt, úgyhogy nálam akkor ez még ezekben a felsőbb osztályokban is nagyon vegyes volt, hogy mi mindennel foglalkozom, tehát én a mai napig is különböző dolgokhoz nyúlok hozzá. Most éppen rajzolok eléggé nagy méretben, tehát ilyen körülbelül 3 méter hosszúságú rajzokat csinálok. Akkoriban mit csináltál? Voltak videó munkák, ötletek, amire szerintem lehet, hogy tanárok is emlékeznek. Az a projekt volt, amit egyik nagynénémmel csináltam közösen, az aztán abban maradt, hogy hajléktalanokat kísértünk el kortárs képzőművészeti megnyitókra, színházi eseményekre. Akkor beszélgettünk utána, beültünk valami helyre, sikerült is valami nagyon minimális támogatást szerezni, hogy mindenkinek egy kört, és akkor megittünk egy pohár sört, és beszélgettünk arról, hogy milyen kiállítást láttunk, vagy milyen hatást tett ránk ez az egész. Ez abból jött, hogy elkezdtünk marhára unatkozni, én is, meg a nagyném is, hogy jaj, a művészek mindig csak művészekkel lógnak együtt, és senki semmi újat nem tud mondani, és ezek is klisék, tehát hogy lehet az is mozgalmas egyáltalán, emberek, akik ezt soha nem tanulták, vagy semmi közük ez az egészhez, mégis mondanak egy-két olyan kulcsmondatot, ami miatt fontos-e válik. Ez az aspektus meg, hogy hajléktalan emberekkel voltunk, ezek szállón lakó emberek voltak, akik aztán, tehát nekik volt általában rendes munkájuk, és egy szállón laktak ki, fizetni kellett kisebb összeget, tehát nem teljesen utcán lakó hajléktalanokról volt szó. És sokat beszélgettünk is arról, hogy kiek, hogyan alakult a sorsa. Tehát egy kicsit azért közel kerültünk egymáshoz ezekkel az emberekkel, és azért is választottuk ki a kortárs művészetet. A nagynéném először afelé tendált, hogy a Szép Művészeti Múzeum meg e félék. Nagynénél is művészettel foglalkozott, vagy foglalkozik? Nem, ő szociális munkás, tehát ő a közvetlen közelében voltak ezek az emberek, és ő adta az egyik felét a dolognak, én meg azt gondoltam, hogy ez azért zseniális, mert a kortárs művészethez csak, tehát nem kell az óriási nagy egyetemes tudás, vagy az a művészettörténeti tudás, hogy ott az ember bibliai vagy mitológiai jeleneteket, illetve nyilván az estek többségben nem kell, hogy elemezzem. Úgyhogy ezért is volt számunkra egy olyan dolog, hogy akár a társadalom peremén lévő emberek is érdemben hozzászólhatnak a művészethez. És erről készült egy rövid videó, ezt annól be is mutattam a prezentáción, de nekem voltak festményeim, rajzaim, tehát más videómunkák. Azt hiszem, hogy elég sok irányba sikerült kísérletezni. Voltak közös munkák más intermédiás hallgatókkal, volt egy mixed media installáció, amit Modor Viktóriával készítettem, az 2005-ben volt, ezt az installációt meg is hívták Weimarba, a Schiller Fesztiválra, akkor a mérete miatt nem lehetett szállítani, és egy multimédia munkát készítettünk összesen öt intermédiás diákkal. Ez egy mesterséges intelligenciát mímelő robot volt az interneten, és Friedrich Schillerrel lehetett beszélgetni a roboton keresztül, és az volt a feladat, hogy az összes irodalmi munkáját beprogramoztuk, és hogyha cseteltél ezzel a robottal, akkor bármit beírtál, tehát annyit, hogy szia, vagy üdv, akkor érezze úgy a csetelő, mint hogyha értelmes válaszokat kapna Schiller idézetekkel. Úgyhogy ezzel ilyen nagyon különböző dolgokat. Tehát én nem fejlesztettem őrületesen, tehát nem mélyítettem el a komputeres vagy videós tudásomat, mert mindig, tehát
nem tudom, lehet, hogy a lustaság is benne volt, vagy túl fiatal voltam az egészhez, azt nem tudom, de volt bennem egy olyan is, hogy nem akartam az időt vesztegetni arra, hogy... Tehát én mindig úgy voltam vele, hogy van egy ötletem, és akkor miért ne kérdezzek meg valaki másról, hogy te figyelj, ez hogy megy. Tehát, hogy nekem sokszor annyiféle gondolatom van, hogy én nem szigyelek mást megkérdezni, hogy tudnál nekem segíteni a munkámban. Tehát nem vagyok tanult asztalos, nem tudok... Egy csomó eszköz van, amihez nem értek olyan szinten, hogy azt merjem mondani, hogy ugyan bele van írva a diplomámban, hogy média művész vagyok, de hát ez számra vicces ez a megnevezés, tehát a saját magammal kapcsolatban. Tehát én egyáltalán jó, nyilván nem rontom el az eszközöket, de azt hiszem, hogy pont talán az intermédia területén elég ez a tudás. Tehát, hogy az az irány, ami kikristályosodik számodra, ott mehetsz mélyebbre, vagy mehetsz tovább, és nekem ez is volt szimpatikus a tanszéken. Meg hogy nem volt egy olyan fajta esztétizálás, mint az iparművészetén, hogy sok koncertmunka született, ez mindig is szimpatikus volt. Mondtad ezt az installációt, hogy mi volt ebbe a mesterséges intelligenciát mímelő robotba, hogy ez milyen installáció volt, amit nem tudtatok kivinni? Nem, ez két dolog volt, tehát ezt a nagyméretű helyet csináltuk. Tehát ez olyan volt, ez egy chat szituáció volt, ezt úgy képzeld el, hogy egy laptopon lehetett tehát beszélgetni. Az előző installáció, azt Modor Viktóriával készítettem, és fából volt, és ungarocellból, tehát ez egy hatalmas nagy harmonikát képzelj el, tehát lécekből összeállított ruló, aminek a felső felületére, tehát azok úgy voltak tényleg beállítva, mintha tehát ilyen reluxa lenne, vagy ilyesmi. Uh-huh. És a felső élre projektáltunk egy festményt, tehát egy festménynek a leképzését, és az alsó élre pedig festettünk, a felületre festettünk. Az egyik a projektált kép egy Cézanne festmény volt, az alsó kép, amit meg mi festettünk, az a Vándor a Köttenger felett, ez Kaspar Dávid és tehát ez a klasszikus úgynevezett, ez a figura, aki a német romantika, látod, és a mesterségbe elnéz. Na most, hogyha szembe álltál ezzel a rolóval, nem lehetett semmit se látni. Tehát volt egy pódiumszerű valami, tehát mi egy ilyen hegyet imitáló dolgot készítettük, és a látogató oda mászhatott fel, és hogyha fent voltál, akkor ezeket a mesztelen kergetőző nőket láttad, a Cézanne festményt, ami egy projektált felület volt, és hogyha lent álltál a hegy lábánál, akkor akkor te voltál a vándor. Tehát valahogy így, tehát ennek megvan, azt hiszem, hogy a dokumentációja valamilyen intermédiás oldalon. De más egyéb munkákra is emlékszem, amik együttműködés volt. Például egészen az első évben, vagy a második év elején volt a látáskép percepció című kiállítása a műcsarnokban, és azon én is részt vettem. A Sugár Jánosnak volt az az ötlete, hogy Heinrich Bölltől a Csoportkép Hölgye című regényből vegyük ki azt a főszereplő hölgyet, akit Léninek hívnak, és ő elolvastuk mindazötel, öten vettünk részt ebben a projektben, és elolvastuk a regényt, és ott a főhősnő ott egy sokkal kisebb méretben megfesti Szűz Máriának a retináját. És az volt a feladat, hogy mi 1 méterszer 1 méterben felnagyítva a saját verziónkat fessük meg, és ehhez a látásként percepció kiállítás volt. És ott hát az egészen izgalmas volt tényleg 19-20 évesen egy műcsarnokos projektben részt venni, meg tényleg, hogy méterszer méteres kép, hát tényleg olyan volt, mint egy bélyeg ott a műcsarnokon belül, ezek az óriási fehér falak, de hát nagyon, akkor nagyon izgalmasnak hatott, hogy egyáltalán részt vehettünk ebben. Tehát azt hiszem, hogy nagyon, hogy aránynak sok lehetőséget adott az iskola, amit ezek nem feltétlenül anyagi lehetőségek voltak, mert
alig ha volt pénz, tehát egy pénz az általában soha semmire nem volt. Tehát minden évben ez volt a running gag, hogy lesz anyagtámogatás, meg a diplomatámogatás. Tehát akkor nem tudom, amikor én diplomáztam, még 20 vagy 25 ezer forintokról beszéltünk, mint anyagköltség, amivel az iskola hozzá tud járulni. Ez is szép dolog, hogy tud az iskola segíteni, vagy bármilyen önkormányzat, vagy NKO, vagy pályázatok vannak, de az az igazság, hogy az, amit itt látok Németországban, hogy egy sima évvégi kiállításhoz cégek adják a nevüket, tehát hogy te azt mondod, hogy neked egy hatalmas nagy kockát kell készítened fából, és ehhez komoly asztalos munka kell, és vagy egy nagy fémtárgyat szeretnél legyártatni, és ezért neked egy profi lakatos műhelybe kell menned, vagy valamilyen céghez, amiért elkészíti neked. Szóval, hogy a logójuk mellé odaadják a pénzüket, a támogatásukat. Mert ez valahogy olyan, hogy igen, lehet, hogy megkapjuk ezt a magas szintű elméleti képzést, de ez megint az a dolog, hogy erről senki nem tehet, hogy Magyarország csóró, vagy hogy az iskoláknak nincs, tehát nincs az a fedezet mögötte. És azt hiszem, hogy nyilván nem ugyanolyan kártákkal játszunk ezen a szinten, mint akár egy francia főiskola, vagy egy német képzőművészeti egyetem, úgyhogy ennyi persze szomorú a történetben, de végül is az ember kárpótolja az, hogy mennyi tudást megszerzett a másik oldalon, mert kell is az idő, hogy egyelőre csak diák légy. Tehát én nem sajnálom például azt, hogy 5 éven keresztül az ember inkább gondolkodott, meg az a saját útját kereste, és megkaptuk ezt a rengeteg teóriát, könyveket olvastunk, gondolkozni kellett, hogy nem arról volt szó, hogy rögtön odállítottak minket, és bármilyen kiállításon vegyél részt, mert valahol fémjelzed az iskolát. Tehát ha hülyeséget csinálsz, akkor lejáratod a saját tanáraidat, amellett, hogy magadat is lejáratod. Jó, az ember lejárathatja magát 20 évesen, de lehet, hogy hogy kár az egyetemet is lejáratni. Úgyhogy ezt például egy nagyon pozitív dolognak tartottam, hogy úgy visszafogottan állítgattunk ki. Tehát az iskolai évek alatt elég visszafogott volt ez. Tehát az évvégi kiállítások, a szakmai bemutató, és annyira intenzív volt, hogy azt hiszem, hogy nem is gondoltam arra, hogy nekem galériát kéne keresni, magamat képviseltetni valahogy. Tehát még annyira éretlennek láttuk magunkat erre a dologra, hogy ez szóba nem került. Úgyhogy ezek inkább olyan dolgok, hogy most jutottam el más szintet. Mondtad ezt az Erasmust, hogy Németországban voltál, és hogy melyik városban, meg hogy melyik egyetemen? Ez hogy? 2004-ben volt, ez hát igen, 2 évvel a diploma előtt, Münchenben voltam fél évet, vagy hát egy szemesztert. Nem volt rám különösebben nagy hatással, tehát persze láttam azt, hogy működnek az egyetemek, hogy más pénzek vannak, hogy az évvégi kiállítás máshogy működik, tehát egészen nagy sajtókampány van, hogy jönnek emberek, fotózgatnak, érdeklődik mindenki a művészet iránt. Tehát hogyha elmegy teljesen normálisan egy asztaloshoz, vagy tényleg egy bármilyen reklámcéghez, meg plotterre van szükséged, vagy valamire, nem fordulnak el tőled undorral, hanem a saját reklámjukat látják a projektben, és azt mondják, hogy persze, hát akkor szó lehet egy támogatásról, vagy az ember meg tudjon írni egyetlen egy ilyen levelet, hogy szükséged van szponzorációra. Ez például szerintem rossz dolog, hogy ezt nem tanuljuk. De az az igazság, hogy hiába tanulnák Magyarországon, mert nem lehet a szponzoráció, tehát én ezt látom. Nem volt rám nagy benyomással ez a müncheni tartózkodás, ez abból adódik, hogy az osztályokba mentem, ott a professzorral nem lehet összetűzésről beszélni, csak valahogy nem stimmel kettőnk között valami, tehát úgy irritált ő engem, és azt hiszem, hogy ő sem akart egy külföldi diákot, aki ott lábatlankodik az óráján, úgyhogy osztályt váltottam, és elmentem egy olyan professzornőhöz, aki aztán valamilyen szerencsétlen módon eltörte a lábát 2 hét alatt, és meg is kellett operálni, és aztán kinevezte az egyik fiatal lányt, hogy akkor ő lesz a jobb keze, meg az asszisztensnő, és nem történt egész fél évben semmi. Tehát amit dolgoztunk, a saját magunknak, tehát fotók, rajzok, tehát amit az ember külföldön egy nagyon szerény kicsi lakásban meg tud
csinálni. Tehát műtermem nem volt. Tehát annyi, hogy laktam egy diákszálon, és hát bejártam mindig az egyetemre, de saját műtermet azt nem biztosítottak. Úgyhogy én, tehát ugyanúgy, mint ahogy otthon a szüleimnél felnőttem, egy padlón, meg szóval ez a saját műterem, ez nagyjából most jön. Uh-huh. Van egy saját műtermem. Tehát ez is egy saját szobám a lakásom. Viszont olyan szempontból jó volt, hogy akkor már tudtad, hogy hova fogsz kimenni, vagy mit szeretnél utána, nem? Ez még nem volt annyira biztos, tehát ezek én szívesen maradtam volna Németországban, akkor a barátom azt mondta, hogy nem menjünk, és akkor ez el is felejtődött ez a dolog, akkor olyan egyértelmű volt, hogy Budapesten lenni újra. Meg uh-huh. persze az embernek honvágya van, nekem mai napig is honvágyam van, de igen. Akkor később alakult egy tanulmányi kirándulás útján, szerelembe estem egy másik titkóval, és végül is én miatta költöztem Dresdába. Én most éppen fél lábbal állok, egy berlini költözés előtt vagyok, úgyhogy most egy 4-5 hónapon belül a férjemmel költözünk Berlinbe. Úgyhogy én ezt az utóbbi 4,5 évet itt éltem le, de én korábban voltam máshol is Németországban, tehát például az a nyelv, meg ilyesmi nem volt. Úgyhogy München után azt hiszem, hogy igen, persze megint belelovaltam magam, hogy egyetem, meg dolgoztunk teljesen normálisan, és utána jött a diploma, ami után jött a hideg zuhany is, hogy most az ember mit fog csinálni diploma után. Tehát, hogy ez csak utána jött, vagy már előtte is azért? Persze, már cidriztem előtte is, hogy mi lesz, és akkor, mert én mindig úgy éltem, hogy mindenféle hülyeségekből próbáltam fenntartani magam. Tehát nekem voltak olyan korszakaim, hogy mindenféle kétes hírű magyar vállalkozókkal beszálltam egy autóba, és kimentünk Frankfurtba, és én tolmácsoltam szakkiállításokban, pirotechnika, meg repülőt vagy autót vettünk, vagy ilyesmi, és akkor én segítettem, tehát ez még menő üzletnek bizonyult néhány évvel ezelőtt, úgyhogy, és ez könnyű pénz volt, és akkor az én szüleim nincsenek abban a helyzetben, hogy lakást vettek volna nekem, és nyilván az ember 20 éves, mint én 20 felett, és már nincs akkora nagy kedve otthon lakni, mert a szülei, tulajdonképpen a szüleik is egyre csak idősödnek, és nincs kedved lábújhegyen hazaérkezni, és valaki elüngri Pongyolában, hogy megint hajnali 4-kor jöttél haza, és egyre kínosabbá válik ez. Úgyhogy mindig úgy volt, hogy egy picit dolgoztam, és akkor utána a jól megérdemelt szabadidő jött, tehát amikor saját magammal tudtam foglalkozni. Tehát rendes munkám gyakorlatilag soha nem volt. Mindig próbáltam, tehát rengeteget diák munkáztam, és de mindig próbáltam inkább a nyelvekkel, meg ilyesmivel pénzt keresni. Úgyhogy ez így adódott. Persze féltem, hogy mi lesz. Diplomatán közvetlenül örültem annak nagyon, hogy az Erős Nikolett megkeresett és adott egy feladatot ezzel a trafó melletti kis garázssal kapcsolatban, de hát az is olyan dolog volt, hogy fusisztunk mellette mind a ketten, tehát Szira Henriette és én is mind a ketten dolgozgattunk, és gyakorlatilag a reaktor dolog, ez egy erős hobbi volt, tehát ez egy szenvedély volt, semmi más. Tehát örültem neki, hogy találtam a feladatot. Korábban dolgoztam más külföldi projektekben, és meg tudtam abból élni, tehát az iskola mellett, és nem volt előletesen nagy igénybevétel. De az a reaktoros idő az a kemény volt, mert hát egyre gyakrabban kellett hallgatnom azt a szüleimtől, hogy diplomás ember vagyok, és ez tényleg van minden. Uh-huh. És nyilván a sok szervezési munka miatt sem volt annyi időm, hogy letisztuljon egy kép a fejemben, hogy én most mit szeretnék csinálni. Akkor a reaktor utolsó projekt, a portugál projekt volt, tehát 5 művésztel hoztak a portugál kisvárosba, illetve Lisszabonban is voltunk, és ott művészkedtünk egy picit, utána kaptam egy Bécsi ösztöndíjat, ott voltam 2007-ben pár hónapon keresztül, és akkor rögtön gyakorlatilag egyik napról a másikra költöttem, és csak egy napra mentem haza a Bécsi ösztöndíjtán Budapestre, és azt mondtam a szüleimnek, hogy elköltözöm Németországba, és akkor az egy olyan helyzet volt az életemben, hogy volt kihez, meg volt hova, és akkor azt gondoltam, hogy próbálok valahogy
érvényesülni. Úgyhogy persze az a gigantikus kapcsolat rögtön tökre ment, pár hónap után, és akkor volt az a pont, hogy azt mondtam, hogy kimaradok Németországon, mert nem akarok én bogócot se csinálni magamból, meg nem úgy voltam vele, hogy magamnak is be akartam bizonyítani, hogy külföldön meg tudom csinálni a frankót egyedül. Úgyhogy beiratkoztam az egyetemre egy posztgraduális képzésre, illetve volt egy felvételi vizsga, tehát nem csak beiratkozni kellett, hanem volt egy portfólió nézés is. Iberhard Baszlet a volt professzorom. Ez olyasmi, mint a DLA, ez egy úgynevezett mesterképzés, 2 éves, nem 3 éves, mint a DLA, és kicsit kevesebbet nyom alatt volt, tehát nem igazi doktor cím, hanem ez csak olyan, hogy még 2 évig bírálkozik. Ez sem áll teóriából, hanem munkákat kellett csinálni, és állandóan konzultálni nyilván a professzorokkal. Fakultatív volt, hogy bejárta az órákra, hogy mit csinálsz, és minden év végén kellett egy mappát le kellett, hogy adjunk az elkészült munkákkal, dokumentációval. Itt Németországban is vezettem egy pici helyet, szintén egy ilyen hobbi dolog volt, de amellett tudtam jól aktívan dolgozni. Tehát ezek meghosszabbító diákévek voltak, de azt hiszem, hogy nekem szükségem volt még erre az időre. Hát én Németországban is éjszakai klubokban ruhatároztam, meg mindenféle hülyeségeket csináltam, de a mai napig tolmácsolok, meg weboldalakat fordítok, tehát amiből lehet. Most már vállalkozóként csinálom ezeket a kis tingli-tangi dolgokat, tehát ez olyan dolog nyilván, hogy az embernek, főleg Németországban számlát is kell adni a mindenről. De hál' Istennek most már, tehát volt olyan, hogy sikerült munkát eladni, vagy most megkeresett egy galéria lehetőséggel, tehát hogy szerződéssel legyek ott náluk, ami nagyon nagy döntés nekem, tehát én azt gondolom, hogy nekem ez nem a végleges, mert nem is akartam még magam lekötni. Úgyhogy most eljutottam arra pontra, hogy egy picit történik valami. Tehát én azt hiszem, hogy hol máshol, hanem Berlinben majd. Tehát ez talán az az európai város, ahol lehetséges. És nem, nyilván nem azt várom, hogy rám szakadjon a gazdagság, vagy a hírnév, vagy ilyesmi, de mégiscsak összesen 7 évet tanultam érettség után. Jó, lehet, hogy ez nem egy orvosi stúdium, vagy nem egy bölcsész, de tudod te is pontosan, hogy mi az az elmélet, és mi az a gyakorlat, amit le kell szállítani a művészeti egyetemeken, és azért mégiscsak összesen 7 évet töltöttem el azzal, hogy képezzem magam, és elég nagy pokon lenne saját magam felé is, hogyha azt kellene mondanom, hogy hát feladom ezt az álmot, és akkor elmegyek, mit tudom én, Vodafonehoz dolgozni, vagy csinálok valami mást. És azt hiszem, hogy igen, volt osztálytársak közül, egyetemi társak közül, vagy akár a gimnázium is, nekem egy művészeti gimnázium volt, ahova jártam, nem nagyon hallom másoknak a nevét, tehát hogy akik szakmában maradtak volna. Tehát én azt hiszem, hogy sokan mennek aztán el rajztanárnak, vagy valami teljesen olyan pályára, ami nem is társszakma. Tehát az még hagyja, hogy egy-két ember elmegy egy grafikai stúdióba, hogyha olyan magas szinten ért ehhez a szakmához, de szerintem rengetegen vannak, akik lemorzsolódnak, és a végén nem kreatív területen jó a grafikai stúdió, és tegyük zárójelbe, hogy mennyire kreatív, mindenkat tervezni számítógépen, de akik teljesen más területen kénytelenek aztán dolgozni mikorunkán, és én azt hiszem, hogy azért is döntöttem úgy, hogy azért is gondolom azt, hogy azért érzem magam megerősítve ebben a dologban, hogy jól döntöttem, hogy otthonról. Nemrég házasodtunk össze a férjemmel, és otthon voltam, és találkoztam egy volt osztálytársammal, és hát azt látom, hogy emberek, évek elteltek, galériákban élnek, galériákra vigyáznak, és ezek már 30 éves emberek, vagy tehát idősebbek esetleg ennél. Ezen a szinten azt gondolom, hogy nagyon sok keserűség van benne. Hát valahol mindenkinek a családja azt fogja mondani, hogy mégis mit csinálsz az életeddel, vagy mit csinálsz magaddal. Úgyhogy én sem
mondom azt, hogy 100%-osan tudok művészetből élni, de ami nagyon szimpatikus, hogy vannak lehetőségek, ösztöndíj lehetőségek, hogy Németországban azt mondják az emberek, hogy, csak egy német cím kell, nem kell a német állampolgárság, hogy van esélyed megnyerni valamit. Tehát én már nyertem így, vagy jutottam így lehetőségekhez. Ha kiállítasz, akkor van anyagköltség, ha kiállítasz, akkor nagyon korrekt módon aláírtuk egy szerződést, benne van minden. Engem egy picit szíven ütött az, hogy 2010-ben volt, azt hiszem, hogy megkerestek a Miskolci Galériától, hogy lenne egy nőművészeti, egy videóművészeti kiállítás, és a kurátorhölgy, vagy azt hiszem, hogy az ő asszisztens megkeresett egy konkrét videómmal, hogy milyen jó lenne azt beküldeni, vagy azt kiállítani, és gyakorlatilag tényleg az volt, hogy tudom, hogy ezek pitiáner dolgok, de tehát még én voltam mínuszban, hogy feladtam a DVD-t postán. Tehát, hogy szóba nem került az, hogy legalább a posta költséget. Tehát, hogy nevetségesen hangzik, és nem az van benne, hogy én most a fogamhoz verem a garast, csak azt gondolom, hogy... Hát ez már figyelmesség szintű. Tehát nem, ez egy szörnyű tévedés szerintem, hogy mi örüljünk annak, hogy kiállíthatunk. Én azt gondolom, hogy ez egy munka, ezt tanultuk, hogy ugyanolyan, mintha mérleképes könyvelő lennék, és hogyha valaki felkér egy ilyen lehetőségre, vagy legalábbis ez az, amivel én szembesülök 5. éve, hogy ha nem minden nap adódnak nekem lehetőségem, tehát nem szeretném magam a sztárként beállítani. Tehát én ugyanúgy dolgoznom kell, tehát van ugyan bevételem művészetből, de dolgoznom is kell egyéb dolgokat is. Úgyhogy, de megkérdezik az embertől, hogy tehát megállapodtok egy honoráriumban. Legalábbis én arról tudok beszélni, hogy itt Németországban ez hogy van, és ez nem mindig 4 számjegyű, vagy 5 számjegyű, de legalább valami figyelmesség, ami arról szól, hogy tehát itt nagyon magas összegekbe kerül az például, hogy az ember, tehát egy betegbiztosítás, vagy ilyesmi, tehát ezeket a dolgokat ki kell valahol fizetni, és ezeket respektálják a németek, és azt mondják, hogy már miért kérnék tőled szívességet, amikor neked ez a munkád, és neked ugyanúgy 300 eurót be kell fizetni hó végén, hogy betegbiztosított legyél, holott nem biztos, hogy megnáthásodsz ebben a hónapban. És ezek egyszerűen fix költségek, és ez szimpatikus ebben az országban, hogy hát legalább valami kis, itt is nagyon 2-3% az, aki teljesen 100%-osan tud élni a művészetből. Tehát rengetegen jönnek ki német főiskolákról, nem is beszélve a színészekről, a zenészekről, a táncosokról, akik szintén kreatív területen vannak, hogy hányan tudnak ebből a végén profitálni, meg mit jelent az, hogy profitálni. De azt hiszem, hogy le kellett volna mondjak mindenről, hogyha én nem látom legalábbis a saját helyemet Budapesten a művészeti életben. De azt hiszem, hogy van egy-két jó pozíció, és azokon a pozíciókon már mind van valaki. És tehát ott ülnek már emberek, és ők sem éppen nyugdíjas korúak, tehát egyszerűen nem láttam azt, hogy bármit el tudnék érni. De lehet, hogy most nagyon keserűen beszélek, meg lehet, hogy én vagyok az az ember, aki elhagyta a süllyedő hajót, meg ez is nagyon rosszul hangzik, de én a mai napig nem bánom ezt a dolgot. Tehát ez szíven ütött, amikor 2010-ben felkértek erre a kiállításra, mert akkor tényleg abszolút elszoktam már attól, hogy ez megy. Tehát még leveleztünk is az asszisztens hölgyel, és nagyon kedves volt, és mondta, hogy vissza is fogja küldeni a videómunkát, és azóta se jött semmi. De most nem arról van szó, mert meg lehet újraírni egy DVD-t, tehát semmi gond nincs ezzel, de akkor nem kell megígérni, hogy visszaküldöm. Vagy. Ezek mind olyan furcsa dolgok, tehát én is azt éreztem, hogy rengeteg emberre nem lehet számítani ezen belül a szakmán belül, hogy nem tudom. Tehát nekem egy pozitív dolog az, hogy jelenleg itt lehetek, és próbálok azzal tehát elégedett meg boldog lenni.
lenni, ami egyenlőre van, és tovább keményen dolgozni. Csak az a baj, hogy otthon biztos, hogy nem láttam volna, el kellett volna mennem dolgozni, hogy fenntartsam saját magam, és biztos, hogy nem lett volna kapacitásom a rendes munka mellett művészetre koncentrálni. Úgyhogy egy ilyen lecsúszott egzisztencia lettem volna a végén. Biztos vagyok benne. Így ezt érzed, hogy akkor... Én ezt érzem, hogy nekem lelkileg nagyon nagy... Persze nem... Most nem lehet úgy beszélni, hogy mi történt volna, mert az egész csak feltételezés, de nekem szerintem nem tett volna jót, mert én az egész intermédia alatt nem kaptam igazából egyetlen egy nagy pofont se. Én azt hiszem, hogy én nagyon kedveltem a tanárokat, ők is bírtak engem, és soha nem volt se egy-egy nagy leszídás, vagy na ezt rosszul csináltad. Tehát úgy azt hiszem, hogy úgy megkímélt az élet ilyen szempontból, és lehet, hogy el is jöttem, mielőtt megkaptam volna az első nagyon nagy pofont. Uh-huh. Nem akartam megkapni ezt a pofont. És kinnehez képest kaptál? Vagy az már nem volt olyan fájdalmas? Hát persze az élet. Tehát az, hogy amikor egyedül maradtam a saját magánéletemmel, meg a kis buta döntésemmel, hogy na én akkor most megpróbálkozom Németországban, és tényleg az volt, hogy pillanatokon belül költözzel a lakásból, meg most akkor nyilván csináld, amit szeretnél, akkor hirtelen lehetőségekhez kellett jutni, és akkor elmentem, egyetlen egy biciklim volt. Én kevesebb, mint 200 euróval jöttem Németországba, és azt gondoltam, hogy az majd úgy valahogy jó lesz. Tehát nekem akkor az nagy összeg volt, persze diákként, és nem is volt egy reális elgondolás, de így volt, és akkor hirtelen nagyon szégyeltem magam, hogy nem ismertem felhívni a szüleimet, hogy segítsenek. Meg úgy voltam vele, hogy ha most telefonálok, akkor azonnal csomagolhatok is, és mehetek vissza anyuhoz, apuhoz egy bőröndel, hogy nem jött össze a nagyon nagy húzás, és ezt meg nem akartam. Tehát nagyon erős volt bennem az, hogy szeretnék maradni, meg bizonyítani valamit, úgyhogy akkor a tanulmányaim mellett elmentem, igen, éjszakánként dolgoztam egy klubban, ruhatárosként, meg néha bárban, meg mindenféle ilyesmi. Ami olyan dolog volt, úgy képzeld el a ruhatárat, hogy 50 centet fizettek egy kabátért, és hát az volt az én bevételem, hogy ahány kabát van, annyiszor 50 centet képzelj el. És hát voltak 400 emberes bulik, meg voltak 3 emberes bulik. Tehát volt olyan este, hogy sikerült több mint 200 euróval hazamenni, hát este, hát délelőtt 11-kor másnap, és voltak olyan esték, hogy ettől függetlenül szintén reggel 7-ig ott kellett maradni, viszont 7-en adták le a kabátjukat. És ilyenkor a klub széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát ez a te szerencséd. Úgyhogy nagyjából persze egyensúlyba kerültem, de hát ez is milyen egyensúly. Tehát végül aztán átvészeltem ezeket az egyetemi éveket, és egyre több olyan lehetőség adódott, elkezdtem angolt tanítani, néha, amikor nagyon nem jött semmi lehetőség. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok. Volt olyan, hogy rögtön akkor jött egy művészeti fesztiválra való felhívás, és akkor ott sikerült honoráriumot kapni. Úgyhogy hát sok szerencsével és sok kitartással így sikerült túlélni. Úgyhogy nagyjából most már persze biztos az, tehát, hogy éhen nem fogok halni, meg biztos egzisztencián van, munkahelyeink vannak. Hál' Istennek néha napján előfordul, hogy eladok egy munkát, úgyhogy nagyjából ilyen dolgokból tengődöm. De hát kolbászból nincs a kerékpár, sehol sem. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt persze. És akkor, vagy csak nem hallottam a végét, mint megszakadt pont. Ja, hogy semmit, csak azt mondtam, hogy könnyű nem volt. Tehát az egy hamis vagy téves elképzelés, hogy azon keresztül, hogy az ember külföldön van, hogy nagyon egyszerű. Tehát az is egy borzasztó nagy harc volt, hogy én külföldi vagyok, és a helyi emberek is, na most ő meddig marad itt, komolyan vehető művésze, konkurenciája ő nekünk, hogy ő most itt van a tanulmányai alatt, talán elmegy, vagy máshova megy, vagy
vagy talán örökre itt marad, mentalitás belül apró különbségek, apró félreértések. Ezek nem nyelvi, hanem kommunikációs dolgok, amikben mondjuk én más vagyok azért, mert talán a művészeti tanulmányokon, vagy a szüleimen keresztül, mindenen keresztül nyilván mást kaptam, mint egy olyan ember, aki ezen kilométerrel arrébb nőtt fel. Úgyhogy ezek normális dolgok. Ilyen szempontból nehéz volt a beilleszkedés, de teljesen integráltnak érzem magam, tehát nekem soha semmi problémám nem volt tehát abból kifolyólag, hogy más országból jöttem. Úgyhogy ami pluszpontot emiatt be lehet zsebelni, az sikerült mind a tanároknál, mind galériáknál, fesztiválokon, ilyesmi. Mi az, ami segített kint? Mondjuk így olyasmire gondolok, hogy mondjuk egy magyar közösség az valamennyire, vagy akik már előtted voltak ilyen példák, nem is úgy, hogy konkrétan valami kapcsolat. Milyen művészeti szinten gondolom ezt? Művészeti érvényesülés. Szinten semmilyen kontaktusban nem állok, semmilyen magyar művésztel, aki Németországban tevékenykedik. Itt az egyetemen egyetlen egy magyar lány volt. Azt hiszem, amennyire én tudom, ő már hazament, végül nem kerültünk nagyon közeli barátságba. Tudom, hogy a Német Hajnal Berlinben van, illetve hogy ingázik Berlin és Budapest között. Én is nagyon gyakran vagyok Berlinben. Tekintve, hogy azt hiszem, hogy párszor láttuk egymást élőben, tehát nem vagyunk sem olyan kapcsolatban, hogy összejárnánk, vagy nem is vagyok benne biztos, hogy ő az én nevemet ismeri egyáltalán. Tehát nem, tehát magyar művészekkel egyáltalán nem állok itt kapcsolatban. Tehát nekem teljesen nemzetközi baráti köröm van, vagy akiket kollégának tudok nevezni, vagy művésztársnak. Magánéletben, ami így magyar barátokat illeti, az az igazság, hogy sajnos elhaltak ezek a dolgok. Ez személyes háttere van, de így nem maradtam kapcsolatban egyáltalán magyarokkal. Úgyhogy nagyjából olasz, amerikai, német, mindenféle fajta emberekkel. És mikor indulsz Berlinbe, vagy mikor fogsz átköltözni? Igen, én igazából már nagyon rég ott lennék, de ennek van egy személyes háttere, hogy mi még mindig miért vagyunk itt. A férjem, akivel megismerkedtem, neki van egy 12 éves kisfia, aki itt él a városban. És hát nyilván neki, mint apukának őrületesen nehéz azt mondani, hogy elköltözünk, ez 195 kilométert jelent, tehát távolságban is egy 12 éves kisfiú persze fel tud szállni a vonatra, és el tud jönni hozzánk, úgyhogy elég sokszor kellett ezt magunknak mondogatni, hogy ne nehéz szívvel jöjjünk el, vagy ne mondjuk azt, hogy mi csak a saját karrierünkre, vagy a saját boldogságunkra gondoltunk, mert hiányzik a férjem düsseldorfi születésű, én budapesti vagyok, hiányzik a metró, úgyhogy én vágyom a nagyváros után vágyakozom, úgyhogy meg nyilván a pezsgés, meg az, hogy egyáltalában művészeti metropol, úgyhogy sikerült néhány galériával minimálisan felvenni a kapcsolatot, és hát persze ez egy álom nyilván, tehát mindenki erről álmodozik, hogy majd felfedezik, de egyelőre úgy vagyunk vele, hogy rendkívül unjuk ezt a várost, ahol jelenleg élünk, és azt gondoltuk, hogy megpróbálkozunk Berlinnel, viszont nem látjuk magunkat ott megöregedni, úgyhogy meglátjuk, hogy egy-két év múlva, 4-5 év múlva, hogy érezzük magunkat, és hogyha nagyon unjuk Berlint, vagy mert az tényleg egy 4-4,5 milliós nagyváros, hogyha ez számunkra nem viselhető, vagy azt látjuk, hogy nem jutunk előre sem a művészettel, a férjemnek autista gyerekekkel foglalkozik, az ő integrációjukkal, akkor nyilván egy másik várost kell választani. De ez egy próbálkozás, úgyhogy egyelőre így tekintünk rá. Körülbelül 4 hónap múlva, szerintem 4-5 hónap múlva. Most gyűjtjük a pénzt. Aha. Mi lett volna az, amit mondjuk azt mondod magadról 5-10 év múlva, hogy hol szeretnél lenni, vagy hogy definiálod egyéb
egyáltalán ezt a helyet, vagy, vagy mit gondolsz, hogy hol leszel? Konkrétan ez borzasztó nehéz megmondani, hogy nem, inkább a pozíciómat látom, tehát a város nem tudom neked megmondani, hogy hol leszek, de hát remélem, hogy elégedett leszek saját magammal, vagy hogyha bármi is történik, hogyha sikerül egy intézménnyel, vagy galériával, vagy egyáltalán művészként dolgozni, hogy ne érezzem azt, hogy ez megalkuvás, hanem örömet okozom továbbra is, akár a rajz, akár a fotózás, akár bármilyen más terület, úgyhogy inkább így látom a dolgot. De akkor most ez a galéria, hova mész, ez Berlinben van, és hogy én felvettem berlini galériákkal a kapcsolatot, ez még semmi, erről nem lehet beszélni, én érdeklődöm nagyon sok galériák után, ahol el tudnám képzelni azt, hogy vagy kiállítanának, vagy ne adj Isten felvennének a művészeik közé. Egy itteni galériával együttműködöm, ott van szerződés is, egyelőre csak egy átmeneti szerződés, ez azt jelenti, hogy nem nincs röghöz kötés, vagy nincs az, hogy neked most életed végéig itt kell maradni, vagy az ő számukra termelni a dolgokat. Hál' Istennek nem szólnak bele semmibe, tehát nincs az, hogy 50-50 van, megmondom őszintén, tehát ez egy 50-50%-os dolog, hogyha eladásra kerülne sor, tehát ez mondjuk nem gondolkozom ezen jelenleg, hogy... Mert egy elég pici galéria. Hát igen, úgyhogy én azt is gondolom, hogy nem ők az utolsó galéria az életemben. Jól kijövünk aránynak, de mondjuk biztos, hogy nehéz velem is együtt működni, vagy együtt dolgozni, úgyhogy nem. Miért? Hát, mert hangulatember vagyok, és tényleg néha nehéz. Az emberek is olyan úgy működnek, hogy néha mást ígérnek, ahhoz képest egy picit megváltoznak menet közben a feltételek, és ezt nem mindig tudom úgy lereagálni, hogyha nekem valami nem tetszik. Persze volt gyerekszobám, tehát nem vagyok agresszív, vagy nincs. De ne csak nehezen tűröm azt, hogyha, vagy nehezen lehet úgy együtt dolgozni, hogyha a feltételek folyamatosan módosulnak, változnak, és én erről semmit nem tudtam közben. Tehát most például a szerződés összeállításánál volt egy ilyen pont, hogy a galéria nem akarta a felelősségvállalást felvenni a pontjaik közé. Tehát én most nagyon érzékeny papírra dolgozom, például nagyon vékony, eddingfield-szerű dologgal, és hogyha elmegy tényleg bárki az installált munka mellett, és felszakad a papír, akkor például mi történik? Tehát nekem, én több mint egy hónapot dolgozom egy ilyen rajzon. A galéria meg azt mondta, hogy hát nekik van biztosításuk. És akkor ilyen dolgokról lehet vitatkozni, hogy az meg mit jelent, hogy van biztosításotok. Ez azt jelenti, hogy adtok nekem 20 eurót, vagy azt jelenti, hogy a munka 100%-át kifizetitek. Szóval ami másoknak, vagy a mások unprofesszionalitásából adódik, ilyen dolgok ingerelnek, igen. Ilyen szempontból néha nehéz együttműködni emberekkel, mert tudod, tanulod ezt a dolgot, hogy művészet, és akkor nagyon sokáig romantikus elképzeléseid vannak, hogy alkotni, meg feltenni Ferdén a sapkát, meg abszintot inni, ez egy dolog, a másik dolog meg, hogy együtt dolgozni emberekkel, amikor pénzemberekkel dolgozol együtt, vagy olyan emberekkel, akik kemény, bunkó hangon szólnak hozzád, rengetegféle ember van, és ez is egy nagyon nagy feladat, ezt állandóan kibalanszírozni. Tehát azon kívül, hogy az ember alkot, meg ebben érzi magát otthon, nagyon nehéz az emberi oldalát is állandóan figyelni meg. Úgyhogy nekem ez a nehéz benne, és erre hát persze senki nem tud téged trenírozni. Úgyhogy ez nagyon nehéz az emberi oldala, szerintem. Nagyon szépen köszönöm. Úristen, hogy így, nem tudom. Kíváncsi leszek, hogy ebből mit vágsz össze.